Régóta igény volt a megye hivatásos vadászai részéről, hogy a rendőrség naprakész információkkal rendelkezzen arról, hogy egy vadgázolás esetén ki a területileg illetékes vadász. A régi rendszer használata nem volt célra vezető. Az illetékes vadász felkutatása nehézkesen és elavult módszerekkel történt. Voltak nyilván kézzel használatos listák, papíralapon, számítógépen, amiből ugye próbálták keresgélni a rendőrök és utolérni a hivatásos vadászokat, több-kevesebb sikerrel. Nyilván inkább kevesebben, mert azért volt olyan éjszaka, hogy egy vadelütés miatt 3-4, sőt volt, hogy 6-7 hivatásos vadászt is fel kellett kelteni, mire kiderült, hogy az az adott útszakasznak az a része, az pontosan kihez is tartozik. Ez egy régóta fennálló probléma volt, és sok kellemetlenséget okozott a hivatásos vadászoknak, tette hozzá Fazekas Gergely. Ennek megoldására hozta létre a vadászkamara a kormányhivatallal és a rendőrséggel együttműködve ezt a háttérprogramot. Egy vadgázolás esetén a helyszín érkező járőr a térképre bökve azonnal láthatja, hogy az adott területen ki a hivatásos vadász, és kit is kell értesíteni. A program használata óta sok a pozitív visszajelzés. Örömmel jelentem, hogy a rendszer szépen működik, már most egy olyan jó hónapja fut, és több rendőr is jelezte felénk, hogy azonnal el lehet érni a hivatásost, és stimmelnek a dolgok, sőt volt olyan hivatásos, aki maga keresett minket, hogy őt nem tudják elérni, és ellenőrzik a telefonszámát, hogy biztos, hogy jó van-e megadva, hiszen a kollégát mindig utolérik, őt sose érik utol, holott ugye az ő terület részén is történik vad és gépjárműtközés. Azért is jó, hogy sikeresen működik ez a program, mert most különösen nagy aktualitása van a használatának. Itt a tavasz, és az őzek téli csapatai felbomlanak, ezáltal sok vad figyelhető meg az országutak mentén is. Emiatt sajnos nagyon megemelkedett a vadakkal történő ütközések száma. A vadászkamara ezúton szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy kellő körültekintéssel közelítsék meg a vadak által sűrűn látogatott útszakaszokat.